Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. December 14-e van Szilárd a névnapja. 221 éve halt meg George Washington, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, 190 éve pedig megszületett Madarász Viktor festő, a romantika képviselője. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Meghosszabbítják a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat és szigorítást vezetnek be a szerb állampolgárok és a külföldiek Szerbiába való belépésekor a koronavírus miatt. Robbanás történt a nagybecskereki vízgyárban, ketten sérültek meg. Egyre több a migráns Majdányon és Rábén, a falvak közti hangár épületét is birtokukba vették. Szinte teljesen kiürültek a palicsi hotelek és vendégházak, az ünnepi időszakban bíznak a vendéglátók. Meghosszabbítják a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat és szigorítást vezetnek be a szerb állampolgárok és a külföldiek Szerbiába való belépésekor a koronavírus miatt. Ezt közölte dr. Darija Kisić Tepavčević a válságstáb ülése után. Az országba való belépéskor a hazatérő vendégmunkásoknak negatív PCR-teszttel kell rendelkezniük. Ellenkező esetben 10 napos karanténba kell vonulniuk, amit teszteléssel válthatnak ki. December 20-ától nagy valószínűséggel jövő év január 10-éig minden Szerbiába belépő külföldi állampolgárnak negatív PCR-teszttel kell rendelkeznie, mondta dr. Darija Kisić Tepavčević. Doneli smo odluku kada je u pitanju kontrola putnika u međunarodnom saobraćaju da će za sve strane državljane biti neophodan PCR test bez obzira na zemlju u koju ulaze i to će da važi od 20. decembra, najverovatnije do 10. januara. Sve će zavisiti od aktualne epidemiološke situacije. Ami a külföldről hazatérő szerbiai állampolgárokat illeti, az alkotmány garantálja, hogy hazajöhetnek, de a határátlépést követően 10 napig karanténban kell maradniuk, ha nincs negatív tesztjük. A karantént megszakíthatják, ha PCR-tesztet végeznek, és az negatívnak bizonyul, tette hozzá a szerbiai válságstáb tagja. A meglévő intézkedések már eredményeket mutatnak, amelyeket leginkább az elmúlt napokban csökkenő betegszámok tükröznek, de ez nem elegendő egyes intézkedések megszüntetéséhez. Épp ellenkezőleg a görbe, ahogy az epidemiológusok mondanák, lapos, de az esetszám magas, ami azt jelenti, hogy naponta még mindig több ezer fertőzöttünk van. December 18-áig péntekig, tehát a meglévő szigorítások maradnak érvényben, emelte ki dr. Darija Kisić Tepavčević. Zabrane rada svih objekata do 17 časova. To se ne odnosi samo na prodavnice prehrambenih proizvoda, zatim na apoteke i na benzinske pumpe. Znači to je ono što je važilo i do sada. A szakértő arra figyelmeztetett, hogy az előttünk álló ünnepi időszak nagyobb kockázatot jelent a fertőzés terjedésére, az összejövetelek, valamint a külföldön dolgozó szerb állampolgárok hazatérése miatt. A szerbiai válságstáb pénteken ül ismét össze, és fogalmazhat meg újabb ajánlásokat vagy szigorításokat az ünnepekre. Ismét 5000 alatt van az egy nap alatt újonnan regisztrált koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. A 15.765 tesztelt személy közül 4.932-nél mutatták ki a betegséget. A kór szövődményeinek következtében 49 beteg hunyt el. A halottak száma ezzel összesen 2380-ra emelkedett. A halálozási arány 0,88%. Kórházban jelenleg 8842 személyt kezelnek. Közülük 334 páciens szorul mesterséges lélegeztetésre.
Jelenleg 191 koronavírusos beteget kezelnek a Szabadkai Közkórház COVID részlegein, mondta dr. Gordana Krtinic. A Szabadkai Közkórház járványügyi szakorvosa kiemelte, az elmúlt 24 órában 17 pácienst tartottak bent kezelésen, míg 19 eddig ott lábadozó személyt otthoni házi karanténba küldtek. A kórházban fekvő betegek közül 19 személy állapota súlyos, ők intenzív terápiát kapnak, és közülük 17-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva, emelte ki a szakember. Moramo reći da zaista vidimo teže kliničke slike, da ta da hospitalizacija traje duže, da terapija traje duže i da prosto pacijenti zahtevaju visoke protoke kiseonika zbog tako loše saturacije. U svakom slučaju, što se tiče broja pregleda, on je najčešće vikendom nešto malo manji nego radnim danima. Taj broj je juče bio 36. Mi smo uglavnom negde na između 70 i 100 pregleda dnevno u našoj COVID respiratornoj ambulanti. Egy személy súlyos, egy pedig könnyebb sérüléseket szenvedett abban a robbanásban, amely ma hajnalban történt a nagybecskereki vízgyárban. Egyikük sincs életveszélyben. A robbanás következtében egy időre víz nélkül maradt a város. A robbanás okairól egyelőre nincs hivatalos közlemény. Miközben a rendőrség és a tűzoltóság illetékesei a helyszínelést végezték, a vízgyár előtt újságírók hada várakozott abban a reményben, hogy hivatalos információt kapnak a történtekről. De csak annyit közöltek velük, hogy a helyszínelés elhúzódása miatt hétfőn nem kaphatnak információt a robbanás okairól. Nem hivatalos információk szerint a klóradagoló rendszer meghibásodása okozta a detonációt, közben teljesen leállt a város vízellátása. Negde oko 8:20 časova zvanično je putem maila od strane menadžmenta postrojenja za prečišćavanje pitke vode i javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija dostavljena informacija da postrojenje nije zbog avarije u prilici da vrši vodosnabdevanje grada Zrenjanina i da je potrebno da vodovod i kanalizacija preuzmu vodosnabdevanje grada. Istog momenta počela i realizacija aktivnosti da bi se to sprovelo u delo. Negde oko 9 časova prekinuto je vodosnabdevanje na teritoriji celog grada i tada je krenulo sa prebacivanjem vodosnabdevanja na vodovod i kanalizaciju. Nagybecskereken a magas arzéntartalom miatt 2004 óta tilos a vezetékes víz használata. Ez nem változott a vízgyár próbaüzemeltetése alatt sem, ami kisebb-nagyobb szünetekkel már 3 éve tart. Vagy nem volt megfelelő a víz minősége, vagy pedig, mint ezen a nyáron is, nem volt elegendő mennyiségű víz a vezetékekben. Naravno, pa iz voda koja je dolazila posljednjih 50 sa postrojenja i dalje nije dobila zvaničnu dozvolu, odnosno da kažemo nije skinuta zabrana za piće vode iz gradske vodovodne mreže. To je situacija i sada vodom koja dolazi direktno sa izvorišta, tako da voda nije za piće. A nagybecskereki vízvezeték hálózatból tehát újból sárgás víz folyik, és nem tudni, hogy meddig lesz így. Znači, bitno je napomenuti da će se u periodu dok ne stignu zvanične informacije sa postrojenja o stepenu havarije i mogućnosti ponovnog rada, vodosnabdevanje grada vršiti direktno sa izvorišta i da će vodosnabdevanje vršiti javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija. A magántulajdonban lévő vízgyárban tavaly szeptemberben kezdték el újra a víz megtisztítását. Többször is hangsúlyozták, hogy az üzemben megtisztított víz megfelel a követelményeknek. Reményüknek adtak hangot, hogy hamarosan megszűnik a vezetékes víz használatának tilalma. Azt is közölték, hogy egy újabb víztartályt építettek, amelynek köszönhetően stabilizálódhat a nyomás a hálózatban. Elviselhetetlen állapotok uralkodnak a helyiek szerint az Észak-Bánáti Majdány és Rábé településeken az ott feltorlódott több száz migráns miatt. A rendőrség hiába szállította el őket a hétvégén buszokkal, a taxisok folyamatosan hordják őket a szerb-magyar-román hármas határhoz. A hatóság emberei minden nap járőröznek. Stábunk ma szemtanúja volt egy rendőrségi akciónak, amikor az üresen álló házakból kitessékelték a hivatlan vendégeket, sőt, drogkereső kutyával is átfésültek egy migránsokkal teli hangárt.
két településen csak egyetlen majdányi kisbolt működik. A migránsok hosszú sorban várakoznak, hogy bejussanak az üzletbe. A rábélyi és majdányi polgárok már nem is mernek ott vásárolni, inkább a szomszédos Oroszlámosra mennek, de már ott is egyre több illegális bevándorló sétál az utcákon. Mint ahogy a mögöttem is látható, Majdányon továbbra is rengeteg illegális bevándorló tartózkodik. Legutóbb szombat reggel a hatóság emberei 6 autóbusszal szállítottak el több száz migránst Majdányról és Rábéról, azonban a helyiek elmondása szerint így is még 500-an vagy akár 600-an is itt lehetnek a szerb-magyar-román hármas határ mentén. A két településen, tehát Majdányon és Rábén az elhagyott házakban húzódnak meg az illegális bevándorlók. A migránsok teljesen otthon érzik magukat Majdányon és Rábén. A kisbolt hosszú utcájában csak 3 épületben élnek helyiek, az összes többi lakóház kapuján illegális bevándorlók adják egymásnak a kilincset. A szomszédos utcákból is tömegesen mennek a bolt irányába. A rábén élők szerint a házak 90%-ában migránsok élnek. A helyiekből már csak alig 60-an maradtak. 3-400-an vannak csak Rábén. A rendőrség legutóbb szombat reggel elvitt 6 autóbusszal belőlük. Azok este mind itt voltak vissza. Mind itt volt, itt a szomszédban. Most máma reggel nincsen, látom, mert az este voltak itt, valaki bejelentette őket. De kik hozták őket vissza ide? A taxisok. Taxisok hozzák. Némelyikszer 8-10 taxi jön egymásra. Milyen rendszámú taxisok? Hát, rómaiak voltak, én láttam római buszt is már, római rendszámtáblás buszt. Az épületekben tüzet gyújtanak, a tetőcserepeken át szivárog ki a füst. Szedik le ahol üres házban, szedik le a gerendákat, a léceket, amit bírnak, ahova tizenek, fűtenek. A migránsok a télre készülnek. A Majdány és Rábé közötti elhagyott hangárt is birtokukba vették, ott jártunkkor odahorták be a kivágott fákat. A hangárhoz hétfő délben nem várt látogatók érkeztek. Rendőrök csaptak le a migránsokra, kábítószerkereső kutyával. A hatóság emberei kamerán kívül azt mondták, nem ritka, hogy drognak tűnő tablettákat találnak a migránsoknál. A rendőrségi akció később Majdány külterületének egyik utcájában folytatódott, elszállítani ugyan nem tudják minden nap az illegális bevándorlókat, de kiterelik őket az üres házakból, és azt tanácsolják nekik, menjenek a legközelebbi befogadó központba. A rendőrök megmutatták stábunknak, mennyire lepusztították az egyik ház belsejét azok a migránsok, akiket éppen alvás közben ért az intézkedés. Mások éppen ebédet főztek, amikor a rendőrség felszólította őket, hogy hagyják el az illetéktelenül elfoglalt házat. A legtöbben a befogadó központok helyett a határhoz közeli bozótosok felé indultak, ahol éjszaka próbálnak meg átjutni a magyar vagy a román határon. Szerbia és Bosznia-Hercegovina kapcsolatait javítani lehet és kell is, nyilatkozta Alekszandar Vučić, miután találkozott Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai elnökség szerb tagjával Belgrádban. A szerb államfő hangsúlyozta, a két ország viszonyát elsősorban a gazdasági integráció révén lehet erősíteni, és hozzátette, a jövőbe kell tekinteni és nem a múltba révedni. Alekszandar Vučić kijelentette, hogy Szerbia nem zárja le a határait a boszniai szerb köztársaságban élők előtt, legyen bármilyen is a járványügyi helyzet. A szerbiai RTV tudósítása szerint a Lavrovval folytatott megbeszélés részleteiről is egyeztettek. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, holnap látogat Szerbiába. A téma a jelenlegi járványügyi helyzet lesz Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában. Csökkent Magyarországon a koronavírus okozta megbetegedések napi száma. Az elmúlt egy napban 3470 fertőzést regisztráltak. Elhunyt 165, többségében idős, krónikus beteg. Ezzel a halottak száma 7130 főre emelkedett.
A gyógyultak száma is folyamatosan nő. Eddig 82.546-an gyógyultak ki a betegségből. Az aktív fertőzöttek száma 194.194. Kórházban jelenleg 7.667 koronavírusos beteget ápolnak. Közülük 605-en vannak lélegeztetőgépen. Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezetője, az operatív törzs sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy továbbra sem csökkent jelentősen a kórházban ápoltak száma. Már több mint 72 millióan fertőzöttek meg a világban, és több mint 1,6 millió ember halt meg. Magyarországon is továbbra is cél a járványnak a lassítása, illetve az egészségügyi ellátórendszer működésének a megőrzése, és ezért kérek mindenkit, hogy a veszélyhelyzet idejére kihirdetett járványügyi intézkedéseket és egyéb higiénés rendszabályokat tartsa be. A kormány felfüggesztette a vásárlási idősávot, amely az idősek vásárlására vonatkozott, annak érdekében, hogy a karácsonyi időszakban csökkentse a zsúfoltságot a bevásárlóközpontokban, élelmiszerboltokban, drogériákban. Természetesen továbbra is kérem, hogy az idősek lehetőleg kerüljék azokat az időszakokat, amikor egyébként is zsúfoltak ezek az intézmények, és mindenki tartsa be a bevásárlások során a járványügyi intézkedéseket, különösen a maszkviselésre vonatkozókat. December végén érkezhet az első adag koronavírus elleni vakcina Magyarországra, közölte Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Az operatív törzs elkészítette Magyarország oltási tervét. Az oltás önkéntes és ingyenes lesz. Első körben az egészségügyi ellátórendszerben dolgozókat, utánuk pedig a krónikus betegeket oltják majd be, ismertette a magyar kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, minden komolyan vehető vakcina gyártó céggel már leszerződtek. Az oltás kezdeteig azonban fenn kell tartani a járványügyi szabályokat. Elkezdődött a koronavírus elleni oltási kampánya az Egyesült Államokban és Kanadában is. Az Egyesült Államokban elsőként egy New York-i kórház intenzív osztályán dolgozó ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett vakcinát. Első körben az egészségügyi dolgozókat és az idős otthonokban élőket oltják be az országban. A járvány ellenes kormányzati programért felelős kutató, az amerikai oltási kampány vezetője elmondta, hogy terveik szerint elegendő oltóanyag áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy jövő év március közepéig már 100 millió, többnyire magas kockázati csoportba tartozó amerikai be legyen oltva a koronavírus ellen. A kanadai hatóságok közlése szerint a Torontói Egyetem kórházában is beadták az első Pfizer-BioNTech vakcinákat a koronavírus ellen. Ontario tartomány 6000 adag oltóanyagot kapott, és első körben 2500 egészségügyi dolgozót oltanak be. Quebec tartományban két idős otthon lakóit oltják be először, őket követik majd az otthonokban dolgozók. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban ítélte el azt, hogy hazaárulás címén és még további vádpontokban indított büntető eljárást az ukrán biztonsági szolgálat a kárpátaljai Szürte település helyi képviselői ellen, amiért az ünnepélyes beiktatási ülésen elénekelték a magyar himnuszt. A KMKSZ mélységesen felháborítónak tartja a kárpátaljai szürtei kistérségi képviselők minden törvényi alapot nélkülöző vegzálását. A nemzetiségi szimbólumok, a nemzeti trikolor, a himnusz, a címer használatát a kulturális autonómia keretén belül Ukrajna alkotmánya és az 1992-es nemzetiségi törvény is biztosítja, írta a szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében. A KMKSZ közölte, a szövetség úgy véli, hogy a szürtei eset is annak a koholt politikai vádak alapján tervszerűen felépített eljárásnak a része, amelynek célja a magyar szervezetek tevékenységének ellehetetlenítésén túl a kárpátaljai magyarság és vezetőinek megfélemlítése. Közben a kárpátaljai Péterfalván egy házfalán egy újabb magyarokat fenyegető üzenet jelent meg már a Virradóra, amelyről a község a Facebook oldalán tett közzé fotót. Kárpátalja, Ukrajna, eljövünk értetek, jobboldali szektor áll az ukránul írt üzenetben. A hatóság nyomozni kezdett az elkövetők felkutatására.
elkezdtek szavazni az Egyesült Államok elektorai, akik hivatalosan is megválasztják az ország következő elnökét. 306 elektor kapott megbízást arra, hogy Joe Bidenre szavazzon, még Donald Trumpra 232 elektor adja majd le várhatóan a voksát. Donald Trump esélye a győzelemre az lenne, ha 38 elektor válna hűtlenné és szavazna át a republikánus elnökre. Az Egyesült Államok választási rendszere több szempontból is sajátos, hiszen nem az dönti el, hogy ki lesz az ország elnöke, hogy kire adja le a legtöbb voksot a lakosság, hanem hogy ki lesz az, akit az államok által delegált elektorok megválasztanak. Minden állam eltérő számú elektort delegálhat. Egy elnökjelölt győzelméhez minimum 270 elektori szavazat megszerzése szükséges az 538-ból. Az elektorok által leadott szavazatokat és ezek másolatait december 23-áig kell eljuttatni a kongresszushoz, akik hivatalosan január 6-án összesítik őket és hirdetnek győztest. A következő elnök hivatalos beiktatására január 20-án kerül sor. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Átlagos a kereslet az orosz piac részéről a vajdasági alma iránt. Borús, ködös időnk lesz holnap, legfeljebb 5 fok várható napközben. Elhunyt Bergendi István, Liszt Ferenc díjas zenész, a Bergendi Együttes alapítója és vezetője. A szaxofonos, klarinétos zeneszerző 81 éves korában halt meg a koronavírus fertőzés szövődményeinek következtében. A Bergendi zenekar az 50-es évek végén alakult, az alapító nevét 1962-ben vette fel. A 70-es évek első felében voltak a csúcson, amikor Demjén Ferenc és Lacin Norbert csatlakozásával a zenekar országszerte népszerű lett. Olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Jöjj vissza, Vándor, a Sajtból van a hold, a Darabokra törted a szívem, vagy az Iskolatáska. Bergendi István szerezte a Süsű a sárkány, a Futrinka utca és több más tévésorozat, valamint az Én táncolnék veled című televíziós tánciskola zenéjét. Emellett musicaleket is írt. 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. 2011-ben kiemelkedő zenei és előadó művészi tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc díjjal jutalmazták. Digitális röntgengéppel gazdagodott a Törökbecsei Egészségház. A korszerű berendezést a tartományi kormány az egészségügyi titkársággal karöltve biztosította. Az új digitális röntgengépnek köszönhetően a bánáti település egészségügyi intézményének röntgenosztályán a jövőben gyorsabb és pontosabb munkát tudnak végezni. A régi berendezés olyannyira elavult, hogy megbízhatatlanná vált. Gyakran a pontos diagnosztikát sem tudták meghatározni. 40 години тая апарат био функција, значи да су правилно руковали тим апаратом, лекари, односно техничари и тако даље. А што се тиче само рентген апарата, зна се које су њега намене оснимања костију, pluća i svi tih elemenata i to je sasvim jedan kvalitetan, savremen, eto kao što vidite, no. Tako da ćemo tu, ja mislim da, da brže, kvalitetnije i jasnije pacijenti budu snimani, što je to za sada u Novom Beču nije baš tako lako bilo. A rendelőt is teljes mértékben felújították, az önkormányzat erre 1 millió dinárt fordított. Sigurno da je značajno da bude novi, da ljudi mogu zaista i preventive radi da se ovde slikaju i da se utvrdi ukoliko imaju nekih zdravstvenih problema, se utvrdi odmah na licu mesta, ne da čekaju ponovo u redu u zdravstvenom centru u Zrenjaninu ili bilo gde drugo. A Törökbecsei Egészségház röntgenosztályának korszerű felszereltetését a tartományi kormány 8 millió dináros összeggel támogatta.
Ma kezdték meg a minimálbér kifizetését a turizmusban és vendéglátásban dolgozók számára Szerbiában. A mostani kifizetésre 2 milliárd dinárt különítettek el a köztársasági költségvetésből, amivel a turisztikai irodákban, az autókölcsönzőkben, a hotelekben és a vendéglátóipari egységekben dolgozókat támogatják. A 30.367 dinárnyi összeget 72.500 dolgozó kaphatja meg. Jelenleg szinte üresek a palicsi hotelek és vendégházak szobái. A vendéglátósok az erős nyári és kora őszi forgalom után abban bíznak, hogy az újévi ünnepekre ismét megtelnek a kapacitásaik. Az állami segítséget a legtöbben nem tudták igénybe venni, mivel csak kevesen működnek hotelként. Festői környezet, friss levegő várja a turistákat Palicson. Azonban, ahogy az mögöttem is látható, a tóparti sétány teljesen üres. A szálláskapacitások is csak nagyon kis mértékben vannak kihasználva. Az egyik legnagyobb palicsi hotel 44 szobája közül jelenleg csak 3 foglalt. A Szabadka melletti turisztikai központban télen egyébként sem jellemző nagy forgalom, de most különösen síralmas a helyzet. A nyárhoz képest egy teljesen más ugye, kép van, mivel Palicson itt telente sajnos semmilyen opció nincsen, mint nyaranta, hogy ugye medencézés, fürdés, lovaglás, egyéb dolgok, úgyhogy elég rossz a helyzet. Palicson mintegy 100 épületben több mint 1000 szálláshely várja turistákat. Az idei nyári és kora őszi szezonban még több hely telt meg, mint a korábbi években. Az október, a november és a december viszont nagyon gyengének bizonyul a szállásadók számára. A legtöbben abban bíznak, hogy az újévi ünnepekre fellendül a forgalom. Úgy beszéljük meg a vendégekkel, hogy mivel van kiszállításunk, van konyhánk, tehát a vendéglő nem dolgozik, nem dolgoznak a munkások, kiszállítás van, oda viszik a helybe, vagy lejönnek a vendégek ide a konyhához, és átviszik a szobába, meg elfogyasszák, és udvarunk van, mert van, aki azt kérdezi azonnal, hogy van-e kert, vagy ahova ki tudnak levegőre menni. Tehát ne kapunk kívül, hanem az udvarba. A koronavírus járvány miatt a szerb kormány már többször segítette a hoteleket és vendéglátóipari egységeket. Ez a legtöbb palicsi szállásadót azonban nem érintette. Palicson több mint 100 egyéni vendéglátó hely van, akik szálláskérdéssel foglalkoznak. Ezek közül nagyon kevés az, aki cégként bejelentett módon működteti, inkább kihasználva az adófeltételeket magánszemélyként dolgozik, úgyhogy ez őket nem érinti. Szerintem azt a néhány olyan nagyobb hotelt, akik tényleg komolyabban csinálják, azokat érintik ezek a kedvezmények. Palicson várhatóan jövőre adják át a wellness központot, és más turisztikai lehetőségek is lesznek, amik ahhoz járulnak hozzá, hogy több éjszakát itt töltsenek a vendégek. A szállásadók bíznak abban, hogy ennek köszönhetően a következő évben már megtelnek a szobák. Átlagos a kereslet az orosz piac részéről a vajdasági alma iránt. Az északbácskai gazdák elmondása szerint az időszaknak megfelelően zajlik a felvásárlás. A termelők idén 5 dinárral drágábban tudták eladni a termést, ősszel pedig nagyobb volt a kereslet, mint tavaly ilyenkor. Így az áru nagy részén túl tudtak adni. Most az ünnepek idejére szünetel majd a kiszállítás, de január közepétől folytatódik a munka. Kovács Norbert almatermesztő hűtőházában lassan, de folyamatosan ürülnek a telepakolt almás ládák. A termelő egy belgrádi felvásárlónak adja el terményét, aki az ottani nagybani piacon értékesíti azt. Hozzátette, hogy amit nem tudott betárolni, azt az orosz piacra adta el. Most 45 dinárra sikerült a hazai piacra eladnom az almát, úgy, ahogy áll a ládában, nem kell átválogatni. Körülbelül 40 vagon almám termett az idén. Annak még körülbelül fele megvan. Azt kell leadni, hogy szeretném január-februári hónapban befejezni az alma értékesítését. Jelenleg egy hajdújárási hűtőházban járunk, ahol az almák precíz átválogatása történik, hiszen az orosz piac még mindig megköveteli a kiváló minőségű árut. Az orosz piac továbbra is a Jonagold és az Ajrid almákat keresi. Az idén 5 dinárral többet fizetnek egy láda almáért, mondta Ábrahám Sándor termelő. Az orosz piacra jelenleg mérsékelt a kereslet, nem mondhatom azt, hogy nagy, se azt, hogy kevés, olyan átlagosan, normálisan folyik a munka, ahogy ez így ebben az időszakban szokott lenni.
Az árak talán azt tudom mondani, hogy egy 5 dinárral magasabb, mint a tavalyi árak. A hajdújárási termelők elmondták, hogy a kiszállítás az ünnepek alatt szünetel, de január közepétől folytatódik a munka. Felújították a Torontálvásárhelyi Mósa Piádi általános iskola berendezésének egy részét. A magyar kormánynak köszönhetően 2 millió forint értékű támogatásban részesült az intézmény. A munkálatokba magánszemélyek is besegítettek. 8 tantermet újítottak fel, színes szekrénysorokat építettek be. Vidrács Krisztina, az iskola igazgatónője szerint már nagy szükség volt a felújításra. 8 tanteremben sikerült felújítani a bútorzatot, igyekeztünk színes szekrényeket választani, hiszen tudjuk, hogy mennyire pozitívan hat a diákokra az, hogyha minél több szín veszi őket körül. Véleményem szerint így sokkal jobb kedvűek, és mondjuk, hogy a tanítás is, illetve a tanulás is könnyebben megy, és érdekesebb a számukra. Ők, a tanítók maguk választották a színeket, hogy valamiféleképpen beilleszkedjen az osztályba, illetve azokat a színeket, amelyeket a diákjaik is szeretnek, úgyhogy ez is egy élmény volt a számukra. A Torontálvásárhelyi Mósa Piade általános iskola a tartományi titkárság által kiírt pályázatokon is részt vett. Az egyik pályázat alkalmával más országok találmányait, érdekességeit mutatták be. Valójában azokat a nyelveket és államokat, országokat szerettük volna bemutatni, amelyeket az iskolánkban tanulnak a gyerekek, úgy anyanyelvi, mint idegen nyelvként. És ezt a 4 országot, amely Nagy-Britannia, Anglia, tehát Németország, Magyarország és Szerbiának a kis múzeumát, illetve kiállítását szerettük volna bemutatni ezzel a projekttel. A gyerekek már az ősz folyama óta részt vettek a munkában, tehát személyesen készítették el azokat a tárgyakat, amelyeket a kiállításon most bemutatnak. Méghozzá a fő hangsúly, a fő témája ennek a projektnek, ezeknek az országoknak a legérdekesebb találmányai. Tehát olyan maketteket, panókat és munkákat készítettek, amelyek ezeknek az országoknak a találmányait mutatják be. Az iskolán végzett felújítások elvégzésébe helyi magánszemélyek, cégek is besegítenek. A téli szünetben lecsiszolják a padlókat, valamint meszelést is terveznek. 22 ezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség, ráirányítva a szülők figyelmét a magyar iskola választás fontosságára. A Kárpát-medence közel 1000 településén 22 ezer magyarul beszélő óvodáshoz jut el az ajándék. A Rákóczi Szövetség elkötelezett a határon túli magyar közösségek magyar iskola választásában, meggyőződve arról, hogy a magyar iskola mind a gyermek felnőttként remélt boldogulása, mind a magyar közösségek megmaradása szempontjából a leghelyesebb döntés. A Szövetség magyar iskola választási programja mások mellett Vajdaságot, Felvidéket, Kárpátalját és Erdélyt is érinti. Az Újvidéki Városi Kertészet közvállalat az idén is árul gyökeres fenyőfákat. Hétfőtől a város több pontján is beszerezhető a karácsonyfa 1600-tól 2500 dináros áron. A karácsonyi és újévi ünnepek küllemének velejárója a díszek és fények mellett a fenyőfa is. Akik természetes karácsonyfát szeretnének a házukba, azok már több helyen is beszerezhetnek, akár gyökerestől is. Az újvidékiek több éve a várostól is vásárolhatnak karácsonyfát. Volim, preferiram više prirodne jelke, tako da prirodne jelke ove rado kupujem, rado ih kitim i uživam sa decom u svom domu u toj prelepoj atmosferi. Komšije koje imaju malu decu i veliku, sve jelke posle nove godine i Božića zasade ispred zgrade. Imamo jednu od 2014. kad smo se uselili u zgradu. Az Újvidéki Városi Kertészet közvállalat évek óta szán eladásra gyökeres fenyőfákat. Ezzel szeretnék visszaszorítani az ellenőrizetlen favágást a természetben az ünnepek közelettével. Građani koji imaju svoje dvorište i okućnice, ove jelke nakon praznika mogu posaditi u svojim dvorištima, a opet oni koji nemaju tu mogućnost mogu doneti ove jelke kod nas u rasadnika. Mi ćemo naći adekvatno mesto u gradu gde ćemo ih posaditi i na ovaj način produžiti život ovim jelkama.
A Városi Környezetvédelmi Hivatallal együtt a Városi Kertészet a Hosszabbítsuk meg a fenyőfák életét nevű projekten is dolgozik, amellyel a lakosság környezettudatosságát szeretnék fejleszteni. Újvidék városa gyökeres fenyőfákat ajándékoz az oktatási intézményeknek a városban, sőt, online képzéseket is szerveznek a gyerekeknek. A fenyőfák ára magasságtól függően 1600 és 2500 dinár között van, és a város több pontján is be lehet őket szerezni. 6 fiatal idén kelt, tarvarjú, 2 tojó és 4 hím indult útnak december első napjaiban a budapesti állatkertből Spanyolországba. Egy visszatelepítési program keretében engedik el őket természetes élőhelyükön. A program célja, hogy a veszélyeztetett tarvarjakat, amelyekből a vadonban 1000-nél is kevesebb egyed él, állatkertekben szaporított egyedekkel mentsék meg a kipusztulástól. A faj elterjedési területe eredetileg az egész mediterrán régiót magában foglalja. Az idők során a tarvarjak nagyrészt az emberi tevékenységgel összefüggésben a legtöbb élőhelyükről teljesen eltűntek. A fővárosi állat- és növénykertben évtizedek óta foglalkoznak a tarvarjak tartásával és szaporításával. És most az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős, párás idő lesz kedden Vajdaságban, de néha kisüthet a nap is. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok körül alakul, az esti órákban viszont 1 fokra hűl le a levegő. Szerdán valamivel több napsütésre számíthatunk, viszont szórványosan előfordulhat kisebb eső is. A hőmérséklet 0 és 6 fok között mozog majd. Február 18-án Belgrádban mérkőzik meg először a Crvena Zvezda Milánnal az Európa Liga 16-od döntőjében. A visszavágóra egy héttel később kerül sor az olaszok otthonában, a San Siro stadionban. A belgrádiaknak a sorsolás alkalmával nem volt túl nagy szerencséjük. Elkerülték ugyan a nagy ágyukat, mint a Tottenham, az Arsenal és a Manchester United, de végül a Milánnal kell megmérkőzniük. A találkozó favoritjának a Milán számít, de a szakértők a két csapat eddigi találkozóit elemezve érdekes összecsapásokra számítanak. Kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája 8-ad döntőinek párosításait. A legjobb 16 között a legizgalmasabb párharcnak a Barcelona és a PSG összecsapása ígérkezik, de az Atletico Madrid Chelsea és a Lipcse Liverpool találkozók is kiélezettek lehetnek. A címvédő Bayern München a Lazióval, a rekordbajnok Real Madrid az Atalantával, a Borussia Mönchengladbach a Manchester Cityvel, a Porto a Juventusszal, a Borussia Dortmund pedig a Sevillával küzdhet meg a legjobb 8 közé jutásért. Eddig tartott a híradó, lássuk még egyszer a nap kiemelt híreit. Meghosszabbítják a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat és szigorítást vezetnek be a szerb állampolgárok és a külföldiek Szerbiába való belépésekor a koronavírus miatt. Robbanás történt a nagybecskereki vízgyárban, 2 sérültek meg. Egyre több a migráns Majdányon és Rábén, a falvak közti hangár épületét is birtokukba vették. Szinte teljesen kiürültek a palicsi hotelek és vendégházak, az ünnepi időszakban bíznak a vendéglátók. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Szép estét kívánok, viszontlátásra!